2013. december 37-től Szlovákia, Erzsébet híd, a másik oldal a hídnak Magyarország. Néhány évvel ezelőtt, nem tudom, mindenki emlékszik-e, hogy az akkori köztársasági elnököt nem engedték át ezen a hídon. És el kell mondani, hogy jól tette a szlovák állam és a szlovák titkosszolgálat, hogy egy ilyen hazaáruló, mocskos, moslék szart, mint amilyen az akkori köztársasági elnök, és amilyen az azutániak, meg az előttiek voltak, nem engedték be a Szlovákia területére. Bomlasztani, erkölcsi, morális rombolást végezni nem kell Szlovákiába. Azt megcsinálták ott a híd túloldalán Magyarországot. Nagyon jól tette a szlovák államvezetés és a szlovák titkosszolgálat, hogy visszafordította ezen a hídon az akkori magyar hazaáruló köztársasági elnököt. Ugyanis Szlovákiában nincs szükség demoralizálásra, nincs szükség hazaárulásra, és nincsen szükség idegen titkosszolgálatoknak való kiszolgáltatásra, ahogy Magyarország esetében megcsinálták. A szlovák titkosszolgálat, a szlovák rendőrség nem magyar embert és nem magyar egyszerű állampolgárt nem engedett be és fordított vissza, hanem egy hazaáruló, júdás, állami terrorista bűnözőt nem engedett be az állam a területére. Mert terroristákra, népírtó bűnözőkre, emberiséggel elkövetett büntetteket elkövető állami bűnözőkre nincsen szükség Szlovákiába. Jól tették, még egyszer mondom, jól tették, hogy visszafordították a szlovákok az akkori hazaáruló köztársasági elnököt. Köszönöm szépen!